egy olyan témával fogunk ezúttal foglalkozni, amelyről már rengeteg szó esett, és elég népszerű lett az utóbbi időkben. Most szeretném egy kicsit más megközelítésből szemügyre venni ezt az egészet, ami pedig a Föld, nem csak a Föld alakjával, hanem megpróbálok mindent, amit nagy hirtelen ki tudtam deríteni a Földdel kapcsolatban egy sorozatban megcsinálni, és csak és kizárólag az írást figyelembe véve. Semmiféle tudomány, semmi más, pusztán meg fogjuk nézni azt, hogy aki azt állítja, hogy ő hisz az írásban, és elhiszi azt, hogy a 66 kanonizált könyv az a teremtő szava, az mivel szembesül, és milyen információkat tudunk meg arról, hogy valójában hogyan keletkezett a Föld, hogy néz ki, és mik a részei, hogy épül fel. Szeretném előre leszögezni azt, hogy egyetlen videónak sem az a célja, hogy én meggyőzök bárkit, vagy terjesszem a hitet. Minden videónak az a lényege, hogy aki keres, találjon, és azok után meg tudja hozni a saját döntését és a saját véleményét ki fel tudja építeni különböző információk alapján. Ha mindannyian mindig ugyanazt szajkóznánk, amit elfogad a közvélemény, akkor nem jutottunk volna sehova az évszázadok során. Azt nem értem, hogy azok, akik harcolni akarnak az emberiségért, miért nem képesek elfogadni azt, hogy vannak emberek, akik így látják, vannak emberek, akik úgy, és vannak olyanok, akik amúgy. Az igazság úgy is ki fog derülni a végén, mint mindig, és ez a vége nincs is olyan messze, amikor ki fog derülni. Az, hogy ki mit hisz, ki hogy gondolkodik, hogy éli az életét, teljesen mindegy. Az egyetlen lényeges dolog az, hogy mindenkinek a véleményét érdemes meghallgatni, és utána meghozni a mi döntésünket, nem pedig előtte. Még annyit mielőtt elkezdenénk, hogy igen, az én véleményem az, hogy a Föld nem egy gömb, aminek mi a felszínén élünk. Sokkal inkább lehetséges, hogy egy gömb, aminek a belsejében élünk, ha már itt tartunk. De mindenképpen egy lapos felület, ami mozdulatlan, és egy búrával fedett ebben a búrában, illetve a búrának egy részében találhatók az úgynevezett égitestek, a hold, a nap, amit mi nem tudunk megközelíteni, mint ahogy nincs is erre semmiféle bizonyítékunk. Maga a föld felület alatt található az a rész, amiről a Halál után című videósorozat szólt, a Sheol, az úgynevezett alvilág, ahol a halott lelkek találhatók, és maga a búra fölött helyezkedik el az úgynevezett harmadik mennyország, ahol a teremtő és az ő angyalai találhatók. Hogy mi erre a bizonyíték? Az, hogy ez az, amit meg fogtok látni, ez az, ahogyan leírja a teremtő a világot az ő szavában. Ez a bizonyíték rá. Mi a bizonyíték a gömbre? Igazából semmi. El kell fogadnunk emberek szavát, emberek állításait, videóit, képeit. Úgyhogy, ha valaki azzal akar vitatkozni, hogy erre nincs semmi bizonyíték, arra sincs. Úgyhogy, de teljesen mindegy is. Mindenki azt hisz, amit akar, ahogy mondtam. Ez az információ itt van, nem az én véleményem. Ez az, amit az írás támogat. Úgyhogy, vágjunk bele, és remélem, hogy hasznosnak fogjátok ezt találni. Egyből a legelején fogjuk kezdeni, és ebben a részben megvizsgáljuk azt, hogy mit ír az írás arról, hogyan is keletkezett az a föld, ahol élünk, illetve mindaz, amit mi tapasztalunk a világból. És a végére valószínűleg és remélhetőleg mindenki számára egyértelmű lesz, hogy az ember nem hihet a tudománynak és ugyanakkor a teremtőnek, hiszen ez a kettő szöges ellentétben áll egymással. Pontosan ez a lényeg.
a Big Bang, a fekete lyuk dolog, a gravitációs hullámok, a több milliárd évek, illetve az, amiről az írás szól, nem egyeztethető össze egymással. Az emberek választania kell, és rögtön az elején felmerül egy hatalmas probléma, és ez pedig pontosan ez a választás. És ez a kényszer, amibe az ember találja magát. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mik ezek a kezdetek. Károli helyett az Easy to Read verziót fogjuk most használni. Károly valószínűleg megvan a legtöbb embernek és hallotta. Nézzük, hogy ez hogyan is kezdődik. Ugye ez 1 Mózes, Bereshit 1-es első vers. Kezdetben teremtette Elohim az eget, a földet és mindent, ami égen, földön létezik. A föld kaotikus, lakatlan és üres volt. A mélységet sötétség borította be, de Elohim szelleme ott lebegett a mélységes vizek fölött. Egyelőre mindenki számára egyértelmű az, hogy Elohim az, aki létrehozta az eget, a földet és mindent, ami az égen és a földön létezik. Itt nincsen szó semmiféle Big Bangről, meg több milliárd évről, semmi ilyesmiről. Arról van szó, hogy Elohim megteremtette ezeket a dolgokat. A föld kaotikus volt, lakatlan és üres ebben az időben, hogy miért ebben most nem fogunk belemenni, ez egy elég hosszú elemzést igényelne. Azonban az biztos, hogy Elohim szelleme ott lebegett a mélységes vizek fölött. Ez volt az első nap, illetve ez még az első nap előtti időszak. Fontos azt mindenkinek megértenie, hogy ez még ekkor még nem kezdődött el az a teremtés, amit mi a hét, illetve a hatnapos teremtésnek hívunk, és a sabát, a hétnapos teremtés. Ez egy kezdeti állapot, nem tudjuk, hogy mikor történt, nem tudjuk, hogy mi az, ami történt, hogy kaotikus, lakatlan és üressé vált a Föld, pontosan hiszen erről nincsen szó. Valamennyi fogalmunk lehet róla, azonban ebbe tényleg kár belemenni most, filozofálni. Nézzük meg azt, hogy mi történt az első napon. Parancsolt Elohim, legyen világosság, és fölragyogott a világosság. Akkor Elohim megvizsgálta a világosságot, és örömét lelte benne. Majd elválasztotta a világosságot a sötétségtől, azután elnevezte a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának. Majd leszállt az este, ezután felvirradt a reggel, ez volt az első nap. Az éles szeműeknek, illetve az éles eszűeknek azonnal feltűnik az, hogy itt arról beszél, hogy ég, föld, mindent, ami égen, földön létezik, utána világosságot teremtett, örömét lelte a világosságban, elválasztotta azt a sötétségtől, elnevezte őket, ez volt az első nap, és még nem beszélünk napról, holdról, csillagokról. Úgyhogy azok, akik azt állítják, hogy mi keringünk valahol, meg a hód, meg ilyenek, azoknak egyből fel kell, hogy tűnjön az, hogy még erről szó sincs az írás alapján, az, ami a mindenható szava, az alapján szó sincs arról, hogy mi bárhol is keringenénk, hiszen az az égi test, ami körül mi állítólag keringünk, még nincs is. Visszaugrunk a Károly féle verzióhoz, ugye a harmadik vers, és mondta Elohim, legyen világosság, és lőn világosság az első dolog, amit Elohim a teremtő létrehozott, az a világosság. Ez a legfontosabb, ami mindenkinek szemet kellene, hogy szúrjon. Példabeszédek 6.23, mert szövétnek a parancsolat lámpás, a parancsolat és a tudomány, világosság, életnek útat tanító feddések. Mindvégig az egész könyv ugyanarról szól. A világosságról, az életet adó szóról, ami a mindenhatótól ered. Ez a legfontosabb. Ennek a szimbóluma az, hogy ő a világosságot teremtette meg először.
Hatodik versben nézzük, mi történik a második napon. És mondta Elohim, legyen mennyezet a víz között, amely elválaszza a vizeket a vizektől. Teremti tehát Elohim a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn és nevezi Elohim a mennyezetet égnek, és lőn este és lőn reggel a második nap. A másik fordításban azt látjuk, hogy azután parancsolt Elohim, legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza a vizeket egymástól, és teremtette Elohim a boltozatot, mely elválasztotta a boltozat alatti vizeket a boltozat feletti vizektől, és úgy is lett. Majd elnevezte a boltozatot égnek, leszállt az este, felvért a reggel, második nap. Nézzük meg azt, hogy mi is ez a szó mennyezet az eredeti szövegben, ezt megtaláljuk nagyon könnyen, ez pedig nem más. Strong's H 7549. Rakia. A szó jelentése pedig egy kiterjesztett felület, ami szilárd. Egy kiterjesztés, illetve az égboltozat, egy szilárd égboltozat. Ismét csak a kiterjesztés, ugye egy kiterjesztett felületről van szó, amely lapos és támogat valamit. Égbolt, ez pedig ugye az ég boltozata, ami a boltozat fölötti vizeket tartja. Még annyit, hogy a héberek, az ősi héberek, azok egy szilárd boltozatot feltételeztek, ami a mennyezet fölötti vizeket támogatja. A szó töve pedig nem más, mint Strong's H 7554. Rake. Rake. Rake szóból ered, ami ugye egy ige, és ez pedig azt jelenti, hogy kilapítani, kiütni, vagy valamit, valamilyen alakúra verni, kalapácsolni, kiterjeszteni, kinyújtani. Néhány példát láthatunk itt a szó tőre, ami például az egyik, ugye ennek a szónak a használata, amikor valaki a földet üti az öklével, a földet veri, mint a frusztráció jele, illetve amikor kalapáccsal valamit vernek és kinyújtják, az szintén ez a szó. Valamit bevonnak valamivel, mint amikor egy vékony fémrétege bevonnak valamit, az ugyanez a szó, az a ütni, verni, valamit kilapítani, kiterjeszteni, és valamit bevonni, és kinyújtani. Ez az, ami a raká szó, amiből a rakia szó, ami az égboltozat, a mennyboltozat ered. Felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy még mindig sehol nincsen nap és hold és csillagok, pedig az este és a reggel már létezik, úgyhogy vajon mi körül kering akkor a Föld bolygó, hogyha ezek még nem léteznek, és hogyan működik az egész. Nézzük a harmadik napot, hogy mi történik. Azután ismét parancsolt Elohim, gyűjjön össze az ég alatt minden víz egy helyre, és váljon láthatóvá a szárazföld. És úgy is lett. Majd elnevezte a szilárd alapzatot szárazföldnek, az összegyűjt vizet pedig tengernek, akkor Elohim megvizsgálta, amit alkotott, és örömét lelte benne. Ez pedig természetesen a vizek és a szárazföld szétválasztása, a szárazföld megjelenése a harmadik napon, úgyhogy még akkor is, hogyha úgy feltételezzük, hogy egy nap 1000 év, ahogyan azt az írás állítja. Második Péter, második Kefa, 3. fejezet, 8. vers. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap Jahuánál olyan, mint 1000 esztendő, 1000 esztendő, mint egy nap. Szóval így vagy úgy a teremtésben nem járhatunk előrébb 3000 évnél, és a valóságban ugye ez több milliárd év, és ilyen mindenféle dolgok történnek közben. Lényeg a lényeg,
hogy a harmadik napon szétválasztotta a vizeket, illetve a szárazföldet. Nézzük, mi történt még. Azután ismét parancsolt Elohim, sarjadjon ki a földből mindenféle zöldellő növény, magot termő lágyszárú növények és gyümölcsfák, amelyek termésében szintén mag van, úgy is lett, földből kihajtott mindenféle zöldellő növény, magot termő lágyszárú növények, gyümölcsfák, amelyek termésében szintén mag van, akkor Elohim megvizsgálta, amit alkotott, és örömét lelte benne, majd leszállt az este, felvillant a reggel, ez volt a harmadik nap. Harmadik nap befejeződött, még mindig nincsen nap, hold és csillagok. Nézzük, mi történt eddig. Először megteremtette az eget és a földet. Nézzük meg, hogy mi is ez az ég szó. Ez pedig nem más, mint a héber szó. Strong's H-8064. Shemayim. Shemayim, ami ugye eget jelent, magát az égboltot, illetve a mennyországot, úgymond azt, amit látunk az égből. Ez az, ahol a csillagok találhatók. Természetesen maga az úgymond atmoszféra, az égbolt, illetve a idézőjeles univerzumnak a látható része. Maga a szó Shamayim egy ritkán használt szótöbbből származik, ami ugye magasságot jelent, illetve az eget, ami a magasságban van, de ugyanúgy, ahogyan az égnek a látható ívére utal, ahol a felhők mozognak, illetve az a fölötti rész, ahol az égi testek találhatók és forognak, illetve keringnek, ez az, ahogyan leírja. Érdekesnek találtam azt, hogy ugye maga a szó Shamayim, a szó víz. Strong's H-4325. Maim, ami csak gyakorlatilag egy sin betűvel rövidebb, mint a Shamayim, és ez vizet jelent. Tehát a víz szó, ugye itt található a héber leírása, itt pedig maga az ég, mint Shamayim. Ugye csak és kizárólag egy sin betűvel hosszabb maga. Az a szó, ami az a mennyet jelenti a mennyország. Tehát az ég és a föld megvan. Valószínűleg ez a legfontosabb számára. Nyilván nem azért teremtette ezeket, mert nem volt jobb dolga, hanem mert úgy gondolta, hogy ez a két legfontosabb dolog. Ezért ezzel kezdte. Az ég és a föld a két legfontosabb dolog. Nem a nap, nem a hold, nem a csillagok, nem az univerzum vagy a Milky Way, hanem az ég és a föld. Miután ez megvolt, az első dolga az volt az első napon, hogy fényt, illetve világosságot teremtett. Nem holdat, nem napot, nem tejútrendszert, vagy gravitációs hullámokat, hanem világosságot. Ezután elválasztotta a sötétségtől, és azután haladt tovább. Ezután elválasztotta a mennyezetet, a mennyezettel, a mennyezet fölötti és az alatti vizeket. Ez történt, ezután elválasztotta a szárazföldet a vizektől, ezután megteremtette a növényzetet a földön a harmadik nap, és csak ezután kezdett neki létrehozni azokat, amiket mi égitestnek hívunk. Úgyhogy ha Big Bang volt, akkor hogyan lehetséges az, hogy ezzel szöges ellentétben áll az, amit a mindenható szava kijelentett. De ez történik a negyedik napon is. Mondta Elohim, legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, meghatározói ünnepeknek, napoknak, esztendőknek, és legyenek világítókul az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre, és úgy lőn.
Teremté tehát Elohim a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel és a csillagokat. Helyezi Elohim azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre. És hogy uralkodjanak a nappalon, az éjszakán, és elválasszák a világosságot a sötétségtől, és látá Elohim, hogy jó, és lőn este, lőn reggel, negyedik nap, csak a negyedik napon jutott el odáig, hogy a napot, a holdat és az égi testeket megteremtse, akkor hogyan lehetséges az, hogy Big Bang történt, és 14 milliárd év alatt minden kialakult, mikor itt azt írja, hogy egy nap, talán 1000 év, vagyis 1000 nap alatt, 1000 év alatt, bocsánat, teremtette. Elválasztja az éjszakát a nappaltól, ugyanúgy, ahogy elválasztja azokat az embereket, akik az ő parancsolataiban járnak, és azokat, akik nem járnak az ő parancsolataiban. Erre vonatkozik az éjszaka és a nappal. Még egy dologra felhívnám a figyelmet, az, hogy két nagy világító testről beszél. Nem egy nagy világító testről beszél, és egyről, amelyik visszaveri annak a fényét, hanem arról beszél, hogy két nagy világító test van. Nem 1 milliárd, vagy 10 milliárd, vagy 100 milliárd, hanem kettő. Tehát a csillagok ezek szerint nem is világító testek. Azok, amik más módon világítanak. És még egyszer mondom, ez csak azokat érint nyilván, akik elfogadják az írást, mint a teremtő szavát. Azokra viszont nagyon, ugyanis amennyiben valaki azt mondja, hogy ő igenis ezt elfogadja, és elhiszi, ami benne van, elhiszi a beszélő kígyót, az, hogy a teremtő a földből gyúrta az embert, vagy az oldal bordájából gyúrt egy nőt, és ebből a két emberből lett az egész emberiség, aki képes volt egy olyan tornyot építeni, ami majdnem elért az égig, akkor ezt is el kell, hogy fogadja. Vagy akkor csak azt, ami éppen belefér abba a világnézetbe, amit hirdet a tudomány és az oktatási rendszer, és elfogad a világ. Ugyanis a teremtő egyértelművé tette azt, hogy ő az, aki létrehozta ezeket a dolgokat. És kettő darab világító test van az ég mennyezetén, nem 1 milliárd, és ezek az ég mennyezetén vannak rajta. Vagy benne, ahogyan azt meg fogjuk látni mindjárt. Hiszen ha megvizsgáljuk az angol fordítást, ami ez ugye a King James, de teljesen mindegy melyiket, akkor itt úgy szól, hogy Let there be lights in the firmament of the heaven, azaz benne a magában az ég boltozatban. De ha megvizsgáljuk a magát az ég boltozat szót, és ez ugye a Héber Kádeusi lexikon, akkor azt látjuk, hogy maga az ég boltozat, firmament of the heaven, az úgy van kiterítve a föld fölé, mint egy fél gömb. És ez borítja magát a földet. Ugye ez az, amiről itt ír, ami kemény, szilárd, mint egy zafír kő. És ez az, amiben, amihez a csillagok hozzá vannak erősítve. Ez az, amiről azt gondolták a héberek, hogy e fölött vannak az úgynevezett mennyei vizek, azok az óceánok, amik e fölött vannak, ahogyan azt leírta 1 Mózes peresít 1-es fejezetben a teremtő szava. Ebből láthatjuk azt, hogy mi volt a fontossági sorrend, egyáltalán nem úgy van, ahogyan azt nekünk tanítják, hogy a nap körül kering minden és a naprendszer, és ez a legfontosabb dolog. Ez teljes mértékben ellentmond az írással. Ennek a lényege az, így tudja az ellenség az emberekben a kétejt elültetni, és alapjaiban megrengetni azt a bizalmat, amit a mindenható szavába vet az ember, hiszen egyből az első oldalon összetűzésbe kerül azzal, amit a túlnyomó többség és a világ elfogad. Sőt, amennyiben az ember azt hirdeti, hogy a mindenható szava az igaz, és az a világrendszer létezik, akkor az még nevetséges is a legtöbb ember számára. Csak remélem, hogy van néhány ember legalább, aki megérti ennek a jelentőségét, és elgondolkodik ezen.
És bár úgy tűnik, hogy, illetve legtöbben azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy lapos vagy gömbölyű, vagy hogy mi van ezzel az egésszel, nincs jelentősége. Persze lehet, hogy számunkra nincs jelentősége, vagy mi úgy gondoljuk, hogy nincs jelentősége. Nézzük meg azt, hogy mi az, amit a teremtő gondol erről, és mi az, amit Jehova gondol erről az egészről. Ez pedig Zsoltárok, Tehelim 19-es fejezet, első vers így szól. Az egek beszélik Elohim dicsőségét, kezeinek munkáját hirdeti az ég boltozat. Úgyhogy úgy tűnik, hogy számára ez igenis, hogy fontos, ez az ő kezének a munkája, ez az, amit ő teremtett azért, hogy mi ebben örömünket lejjük, és minden egyes alkalommal eszünkbe jusson az, hogy ezt ő számunkra teremtette. Illetve ez az ő dicsősége, ez a gyönyörű alkotás, és ez az elképesztő alkotás, amiben mi élünk, és a mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezt leromboljuk. Jelenleg úgy tűnik. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Minden egyes nap erről tanúskodik, az ő munkájáról, arról, amit ő készített, erről az egész rendszerről, amiben élünk. Ez nem a véletlen műve, ez nem egy nagy robbanás, és a semmiből keletkezett, amiben a kövekből egyszer csak dinoszauruszok lettek. Ez ő az, aki ezt teremtette. 6 nap alatt, ha azt gondoljuk, hogy 1 nap 1000 év, akkor 6000 év alatt, de semmiképpen sem 13,5 milliárd év alatt. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható, szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Az égben az a nap sátora. Hogy néz ki egy sátor, ha nem lapos felületen van egy valamiféle fél gömb borítás? Ez az, ahogy egy sátor kinéz. Ebben a sátorban él a nap, illetve lakik, található a nap, illetve az összes égitest. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jön ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja pályáját. Kijövetele az ég egyik szélétől forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Ez az a sátor, amiben található a nap, ahol az egyik szélétől a másikig kering, és ez az ő forgása a lapos felületű föld felett. Ez az, ahogyan kinéz. Az, amit olvastunk, annak csak és kizárólag így van értelme. Egy gömb felületen nincs értelme a sátornak, illetve annak, amiről ott beszél Zsoltárok Tehelim 19-es fejezetben. Még annyit hozzátennék, ez pedig, nézzük meg a másik fordítást, hogy elindul az ég egyik szélétől, körüljár a másikig, semmi sem rejtőzhet el sugaraitól. Azért, mert nincs olyan hely a felületen, ahol el lehetne rejtőzni az ő sugaraitól. Míg egy gömbön az ember csak átszalad a másik oldalára és el tud rejtőzni. Ezért írja azt, hogy nincs olyan hely, ahol elrejtőzhet az ember. Plusz az ég egyik szélétől a másikig, ugye egy kör pályának, illetve egy olyan állítólagos rendszernek, amiben az emberek hisznek, annak nincsen széle. Itt pedig egyértelműen az egyik szélétől a másikigról beszél. Még a Károlyi fordítás, az ég egyik szélétől, s forgása a másik széléig tart. Érdekes az, ami példabeszédek Misli 8-as fejezetben található, és így kezdődik, avagy a bölcsesség nem kiáté, és az értelem nem bocsátja éj ki az ő szavát, hogyha megnézzük a másik fordítást. Bölcsesség hív benneteket, az értelem szó, hangos szóval figyeljetek. Ugye természetesen a bölcsesség és az értelem a teremtő szava, az ő instrukciói, az, amit ő mondott, illetve utána, ami megjelent és köztünk járt, mint Yahusha HaMashiach. A lényeg azonban az, hogy a bölcsesség az, amiről szól ez a vers, és eljutunk egészen odáig, amikor a 20-as vers így szól, az igazságnak után járok, és az igazság ösvényének közepén. Ugye ez az a keskeny út, amiről Máté is beszélt. De az igazság természetesen ismét csak teremtő szava és az ő instrukciói,
A következő 22-es Jahuva az ő utána kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. A munkák előtt, amiről olvashattunk, amikor azt mondta, hogy a földet, eget teremtetés az kezdetben puszta vala, az előtt kellett, hogy teremtse ezt a bölcsességet, a tudást, az igazságot, az ő szavát, azt, amit ma mi ószövetségnek hívunk, vagyis réginek hívunk, és azt mondja rá a legtöbb ember, hogy ezt már nem kell csinálni, mert ez már rég, és ez egy átok. Ez az, amit a kezdetére munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdetektől, a föld kezdetétől fogva. Hogy megnézzük, hogy mi is ez a bölcsesség, amiről itt szó van, hogy ez valóban az ő szava, és ez az értelem az ő szava, azt meglátjuk példabeszédek második fejezet. Fiam, ha beveszed az én beszédimet, az én parancsolatimat, elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén a bölcsességre, a te füleidet hajtod, a te elmédet az értelemre, igen, ha bölcsességet kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled. Tehát az ő beszédei és az ő parancsolatai, a bölcsesség és az értelem, amiről itt szó van. Ez az ő szava, amiről beszél. Ez az igazság, ennek az ösvényén jár az ember. Ez az, amit minden más munkája előtt teremtett, még a föld kezdete előtt teremtett. Akkor vajon ez ószövetsége, vagy régi, vagy nekünk már nem kell csinálni semmit ebből? Az a kérdés, mikor megszülettem, még a tengerek sem voltak, vízforrások sem csörgedeztek, előbb születtem, mint a hegyek a helyükre kerültek, és a dombok megállapodtak. Előbb, mint Jahua örökkévaló a földet és a mezőket teremtette, vagy a világ legelső porszemét. Ott voltam, mikor az örökkévaló Jahua a mennyet teremtette, mikor kimérte az óceán partjait. Mikor megerősítette fönt a fellegeket, lent a mélység forrásait. Mikor parancsolt a tengereknek, hogy át ne lépjék a határt, amit nekik szabott. Mi az a határ, amit a tengereknek szabott? Amit nem léphetnek át? A gömbön. Vajon. És ott volt, amikor lefektette a föld alapjait. Hol vannak a gömb alapjai? Azért írja mindezt le, hogy megerősítse azt, amit 1 Mózes Bereséit 1-es fejezetben elmondott. Az ő szava által teremtette az egész világot. Ő az, aki az egészet beszélte, a létezésbe beszélte tulajdonképpen. Az ő szava az, ami teremt. Az a szó, ami hirdeti az ő igazságát, bölcsességet, az értelmét. Ez az, amiről beszél. Rengeteg információ van ebben a néhány versben. Én szerintem a lényeg csak az lenne, hogy megértsük azt, hogy a világot hogyan teremtette, mi módon maga a teremtő, nem pedig a Big Bang. És felveti a tengernek határit. A tengernek vannak határai, ugyanúgy, ahogyan azt a lapos föld modell mutatja. A tengernek nincsen határa a gömb földön. Hiszen szétválasztotta a tengert a szárazföldtől, azonban az nem azt jelenti, hogy a szárazföld a határa. Egyszerűen csak elválasztotta őket. Nem tartoznak egymáshoz. A határa az, ami az egészet bent tartja ebben a zárt rendszerben. Erre vonatkozik az a határ. És a föld fundamentumait, a föld alapjait létrehozta. A gömb földnek nem lenne alapja. 30-as vers. Mellette valik, mint kézműves, és gyönyörűsége valik minden nap, játszva ő előtte minden időben. Természetesen folytatja tovább, az ő szava az, ami mellette volt, hiszen ennek segítségével terem. Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. Ugyanaz a kerekség, ami a 27-es versben előfordul, mikor készíti az eget, ott valik, mikor felveti a mélységek színén a kerekséget. Kerekséget vet föl a mélységek színén, nem pedig gömbséget. Ugyanúgy a 31-es versben az ő földének kerekségén gyönyörűségem lelve az emberek fiaiban. Ez a szó, kerekség. Strong's H2329. Hug. Hug.
pedig nem más, mint kör, vagy körpálya, körző. Úgyhogy ennek semmi köze nincs egy gömbhöz. Sokkal inkább egy ív, egy kör, mint egy gömb íve, hogy arról beszél az ég boltozata, erről beszél itt, ilyen értelemben. Akár körív, mintha egy kör alapú földről beszél, vagy pedig egy égboltozatról. Ez a kük szó. Ami a következő szóból ered. Strong's H2328. Húg. Ez pedig nem más, mint körbezárt. Egyetlen egyszer fordul elő az egész írás során körbezárt. Egy kör, körbezárt, ugye szintén, illetve egy kört rajzol, vagy pedig egy kör leírása, vagy egy kört készíteni, körbezárni egy körrel, kör alakú valamivel. A Héber Káldeusi lexikonban szintén azt írja, hogy egy körnek a leírása, lerajzolása. Ezek után, ha elolvassuk még egyszer, mikor felveti a mélység színén a kerekséget, ugye volt egy terület, amire egy kört rajzolt, ez az a terület, amiben élünk, ami fölött egy búra található. Ezen a mindenható szava játszva az ő földének kerekségén, ami szintén a kük szó, ami egy kört jelent, körbezárt területet. Azonban nem csak ő teremtette ezt, hanem amint 5 Mózes Teberim 10-es fejezetből kiderül, 14-es vers, nézzétek, ami csak a világon van, mind hatalmasságunké, Jahuáé, az örökkévalói, az ég és a legmagasabb menny, meg a föld és minden, ami ezekben van. Az egész rendszert ő teremtette, ő birtokolja, ő hozza a szabályokat, és mindaz, akinek ez nem tetszik, az ő neki kell, hogy elszámoljon majd a végén. Akármennyire is ordibál az ember, vagy rázza az öklét az ég felé, teljesen mindegy. A teremtő az, aki létrehozta ezt a rendszert, ő birtokolja, ő az, aki a szabályokat hozza. Úgyhogy az ember vagy elfogadja, vagy pedig oda kerül, ahova az ellenség. Zakariás 12-es fejezetben ezt erősíti meg, ugye erről szó, Jahua üzenete Izraelről, ezt mondja Jahua az örökkévaló, aki az eget kiterjesztette, a földet megalapozta, és az emberbe szellemet adott. Ő az, aki mindent teremtett. Haladjunk tovább, nézzük meg Ézsaiás Jesiáhu 48-as fejezet 13-as vers így szól, hiszen kezem veté e föld alapját, jobban terjeszték ki az egeket, ha én szólítom őket, mint itt állnak, nem keringenek. Villám gyorsan meg szeretnék még mutatni néhányat, ami azt bizonyítja, hogy igenis a teremtő az, aki létrehozott mindent, amit mi látunk. Úgyhogy mindenki ezután remélhetőleg meg tudja hozni azt a döntést, illetve azt a világnézetet ki tudja alakítani magának, ami harmóniában áll a teremtő szavával. Ézsaiás 45, mert ezt mondja, hogy a hu az örökkévaló. Ugye ez a másik verzió és egy másik vers, csak hogy lássuk mind a kettőt. Aki az eget teremtette, Elohim, aki a földet formálta és alkotta, nem kietlen pusztaságnak, hanem lakóhelynek készítette. Tehát, ha visszaemlékezünk arra, amit ugye 1 Mózes Bereshit 1-es fejezetben olvastunk, kezdetben teremté Elohim az eget, földet, a föld pedig kietlen puszta vala, és puszta vala sötétség vala mélység színén Elohim lelke lebegett a vizek felett. És nem kietlen pusztaságnak, hanem lakóhelynek készítette, valaminek történnie kellett. Az első két sor, illetve az első nap, ami ugye a harmadik vers között, hogy kietlen és pusztasággá vált a föld. Hiszen nem annak teremtette, azonban az lett. De mindenki elgondolkozhat, a lényeg azonban az, hogy ő teremtette az eget, ő teremtette a földet,
és lakóhelynek készítette azt. Én vagyok Jahua, az örökkévaló, nincs más Elohim kívülem. Úgyhogy ennyit arról, hogy Jézus Isten. Következő pedig a Jobb 9-es fejezet, ami így szól a 7-es verstől, aki szól a napnak, ez természetesen Jahua, és az fel nem kél, és bepecsételi a csillagokat, aki egymaga feszítette ki az egeket és a tenger hullámain tapos, aki teremtette a göncölszekeret, kaszás csillagot, és a fiastyúkot, és a délnek titkos tárait, aki nagy dolgot cselekszik megfoghatatlanul, és csodákat megszámlálhatatlanul. A délnek titkos tárait, a mi modellünkön, azon a modellen, ahol a legtöbb ember él jelenleg, azon mik a dél titkos tárai. Másik fordításban pedig Elohim teremtette a csillagokat, göncölszekeret, Oriont, fiastyúkat és a déli tárházakat. Azonban a lényeg ismét csak az, hogy ő az, aki ezeket teremtette, ő az, aki uralkodik ezen a rendszeren. Ez az ő rendszere. Zsoltárok 136-os pedig így szól, természetesen ismét Jahuáról, magasztaljátok Jahuát, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ki nagy csodákat művel egyedül, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ki teremtette az egeket bölcsességgel, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ki terjesztette a földet a vizek fölé, aki teremtette a nagy világító testeket, a napot, hogy uralkodjék nappal, a holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka. Ez mind-mind az ő dicsőségét hirdeti. Azért, mert örökké való az ő kegyelme, erről szól ez a Zsoltár. Ő az, aki teremtette ezt a rendszert, és úgy, ahogyan azt leírta 1 Mózes peresét 1-es fejezetben. És még mindig nem volt szó sem Big Bangről, sem 13 milliárd évről, sem pedig UFO-król. Ez pedig Zsoltárok Tehelim 102-es fejezet, amiben 25-ös vers így szólt, te alapoztad meg kezdetben a földet, és kezed alkotta a mennyet, bár azok mind elpusztulnak egyszer, te örökké megmaradsz. Ezzel ezt a részt bezárjuk, és tovább fogjuk folytatni. Ugyanezzel a témával megnézzük azt, hogy mi egyebet tudunk meg arról, hogy hogyan és mi módon teremtette Jahua az egész világot és mindent, ami benne van. Ez az, amit meg fogunk nézni. Azután tovább folytatjuk egyéb dolgokkal, mint a föld, az ég, illetve a csillagok, és egyéb utalások arra, hogy milyen is maga a föld. Remélem, hogy ezt hasznosnak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!